Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai tartalomban megosztom veletek a vákumos lemezmosóval szerzett tapasztalataimat. Néhány hónappal ezelőtt készítettem el minden kezem ügyébe kerülő alkatrészből a saját vákumos hanglemezmosó berendezésemet. Aki esetleg nem látta azt a tartalmat, az a jobb felső sarokban lévő i betűre kattintva meg tudja nézni. Amióta elkészült, ezzel tartom tisztán a hanglemezeimet. Nagyon elégedett vagyok az elvégzett tisztítás hatásfokával, és már értem, hogy sokan miért ezt az eljárást választják a gyűjteményük tisztán tartására. Már jó sok mosást elvégeztem, és azt tapasztaltam, hogy az újonnan vásárolt vinilalbumjaimnál, amik akár több éve vásároltam, egy mosás is elég, mert az első lejátszás előtt és azóta is megteszem a szükséges lépéseket, hogy a koszt ne kerüljön a barázdákba. Nagyobb probléma a használt hanglemezeim tisztítása, hiszen nem tudhatjuk, hogy mennyire figyeltek oda a megóvásukra, főleg egy 30-40 vagy akár egy 70 éve kiadott hanglemeznél. Ráadásul nem minden használt hanglemeznél lehet jól kivenni a mosási eljárás áldásos hatását. Gondolok itt az előző tartalmamra, amit a jobb felső sarokban lévő i betűre kattintva meg tudtok nézni. Míg a mosás következő tesztjében ez a javulást jobban ki lehet venni. Az elvégzett tesztekből azt a következtetést kell levonnom, hogy nagyon jó tisztítási eljárás, a vákumos hanglemez mosás, vannak előnyei más eljárásokkal szemben, de ez sem csoda módszer, ami varázsütésre eltünteti az összes lerakódott, beragadt, szétkent koszt a barázdák közül. Vannak használt albumok, amik egyszeri mosás után nagyon jól kivehető a változás, míg más albumoknál többszöri mosás után is csak minimális változást tapasztal az ember. Előnyei: a vákum, ami felszívja a mosófolyadékot a feloldott kosszal együtt, és a mosás végén majdnem száraz a hanglemez. Mivel nincs tapasztalatom más eljárással, ezért kellene kijelenteni, hogy jobb vagy rosszabb egy másik hanglemez mosási eljárásnál. Ráadásul egy összehasonlítás sem járna releváns eredménnyel, mert bármelyik eljárással mosnánk le egy adott vinil lemezt, az onnantól kezdve már nem az alapállapotból indulna a következő mosási eljárásra. Tehát az eredmény hamis lenne. Ezért a különböző hanglemez mosó berendezéseket csak önmagukban lehet vizsgálni, és szerintem nem érdemes vitafórumot indítani, hogy melyik eljárás a jobb. Én a vákumos hanglemez mosásnál maradok egyelőre. Nekem jelenleg ez nagyon bevált. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem legközelebb is!